Tehát az átlátszó.hu-n olvashatták azt, hogy egy állítólag offshore hátterű befektető mintegy 31 millió euróért vette meg, vásárolta meg és újította fel ezt a bizonyos Eiffel Palace irodaházat. Ezt vette meg aztán a Magyar Nemzeti Bank nettó 45,3 millió euróért. Tehát jó vétel volt és jó befektetés volt, nem a Magyar Nemzeti Banknak, írja az átlátszó.hu, hanem pontosan az eladónak, hiszen legalább 4,5 milliárd forintnak megfelelő pénzt keresett ezen az üzleten. Kijött már azóta a Magyar Nemzeti Banknak a közleménye a Magyar Távirati Irodán keresztül, amely azt állítja, hogy félrevezető, hamis látszatot keltő, alapvetően téves megállapításokat és következtetéseket tartalmazó cikket tett közzé az átlátszó.hu, és ezért helyreigazítást is fognak kérni tőlük. Békesi László a vendégem, jó estét kívánok! Engem tényleg meg lehet győzni, még a 4,5 milliárd forint haszon ellenére is meg lehet győzni, hogy ez egy jó üzlet, és hogy ez jó, hogy megvette a Magyar Nemzeti Bank, de nem tudom, sem tehát a cáfolatból, amit az MNB kiadott nekem, tehát az nem tudott meggyőzni, hogy ez mitől jó üzlet. Jó üzlet? Jó befektetés? Van valami, bármi, ami mellette szól? Kevés olyan érv van, ami mellette szól. Nyilván ezeket az érveket csokorba köti a jegybank, hanem is ebben a közleményben, de majd később részletesen. Ez a közlemény azt gondolom, hogy egy atombombát lő vissza az átlátszó úra. De valójában azzal, hogy megérte, nem érte, az átlátszó is, meg mi is ebben a beszélgetésben a felszínt kapargatjuk. Mert nem ez a lényeg. Ugye az átlátszó.hu alapvetően két dolgot kifogásol, az egyik, hogy az értékelés nem volt megfelelő, sőt, nem is volt szabályos, de így mutatja ki ezt a 4,5 millió eurós veszteséget. A második pedig, hogy az eladó tulajdonosoknak a háttere tisztázatlan, alapvetően offshore cégekben nem azonosítható tulajdonosokról van szó. Szóval mind a kettő csúnya dolog, és elvileg ugye egy állami cégnek ilyen hibákat nem lenne szabad elkövetnie. A jegybank erre két dolgot tud mondani, valószínűleg mondja is. Az egyik, hogy nincs igaza az átlátszó.hu-nak, mert a jegybankra nézve nem kötelezőek azok az ingatlan értékelési szabályok, amelyek a kereskedelmi bankokra nézve kötelezőek. Nevezetesen egy kereskedelmi bank ingatlan értékelésénél az úgynevezett hozamalapú ingatlan értékelést, amely abból indul ki, hogyha bérbeadom az ingatlant, hasznosítom az ingatlant, akkor az mennyi hasznot fog hozni, és ezt feltőkésítve állapítom meg a forgalmi értéket, egy kereskedelmi bank ilyet nem tehet. Hogyha tehát ön hitelt vesz fel, és a hitel biztosítékaként felajánlja a lakását a telkét, és azt mondja, hogy de én a lakásomat kiadom, mit tudom én, havi ennyi és ennyi ezer forintért, ez a kereskedelmi bankot nem érdekli, nem veszi figyelembe, a piaci értéket fogja figyelembe venni. És a Magyar Nemzeti Bankot ez miért nem kell, hogy zavarja? Azért, mert a Magyar Nemzeti Bank nem kereskedelmi bank. Ránézve azok a szabályok, amelyek a kereskedelmi bankokra igazak, ránézve nem vonatkoznak. Nyugodtan milyen szabályok vonatkoznak rá? Na, visszatérünk az origóhoz azért előbb-utóbb, bocsánat, az egyenes beszédhez. Tehát a másik dolog pedig, hogy tisztázatlan a tulajdonosi háttér, mert hát ugye offshore cégek azonosíthatók valahol a tulajdonosi háttérnek a végén. Erre mondhatja egy nemzeti bank, hogy őt ez nem érdekli. A valódi tulajdonosok nevesítve vannak, azokkal kötött szerződést, hogy azok a vételárat hova viszik, hogy adó optimalizálási célból offshore cégekben fogják-e majd végül is parkoltatni, ahhoz neki az égvilágon semmi köze nincs. De nem ez a probléma. Ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy tényleg itt kimutatható, ahogy ezt az internetes portál csinálja, egy effektív piaci veszteség, hiszen a vételár az magasabb, mint amennyi az eladónak a befektetése volt. Ez se jó így, mert ez lehet. Nem biztos, hogy összehasonlítható. Egyrészt nem összehasonlítható, másrészt ugye a piaci érték és a befektetés ez a legritkább esetben esik egybe. A piaci viszonyok, kereslet, kínálat, sok minden más, minden lehet. Az alapprobléma az, hogy a jegybank funkcióját tekintve nem üzleti vállalkozás és nem kereskedelmi bank. Ha ő üzleti vállalkozás lenne, akkor lehetne érdemben mérlegelni, hogy jól vette egy ingatlant, vagy nem. Neki nem ez a dolga. Neki nem szabad üzleti célú befektetésre szolgáló ingatlanokat vásárolni. Nem ez a feladata. A jegybank feladata,
hogy a magyar deviza értékállóságát óvja és a pénzügyi rendszer stabilitását biztosítsa. Hogyha ezt a kettőt megteszi, akkor ezen a határon belül még támogathatja, és helyesen támogatja a kormány gazdaságpolitikáját. Ezt kimondhatja meg a Magyar Nemzeti Banknak azon túl, hogy médiumok, újságok, műsorban vendégek, szakértők elmondják, ellenzéki politikusok egy kicsit halkabban, de ők is. Aztán a Magyar Nemzeti Bank közleménye, vagy egy röpke írásban feltett kérdésekre adott interjú, formájában megvalósult interjúban a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, már pedig de. És akkor itt maradunk, tehát hogy innen nem lehet tovább lépni. Dehogy nem, a jegybank függetlensége nem azt jelenti, hogy szabadon azt tesz, amit akar. A jegybank ugye szakmai felügyeletét részben az állami számvevőszék, részben pedig a parlament illetékes bizottságai látják el, illetve a jegybank elnöke bármikor interpellálható. Tehát közvetlenül nem a kormányhoz, hanem a parlamenthez van bekötve. Azaz tehát a parlamentnek jogább, sőt, kötelessége elszámoltatni a jegybankot mindenfajta tevékenységéről. A jegybanknak az úgynevezett üzenviteli tevékenységéről pedig a jegybanki felügyelőbizottságnak kell elszámolni. Ez azért nagyon fontos, mert az úgynevezett üzenviteli tevékenység a jegybank működésének költségeiből, bevételeiből áll. Ennek semmi köze nincs a jegybank monetáris politikája során elért bevételeihez, vagy elszenvedett veszteségeihez. Matolcsi ezt a kettőt összekeveri. A jegybank jelenlegi vezetése azt mondja, hogy ha ő olyan monetáris politikát folytat, amelynek eredményeként haszonra tesz szert, akkor ez a jegybank bevétele. Igen, és na, ez az, ami nem így van. Ez az országnak a bevétele. És ha mondjuk vesztesége lenne, akkor azt kipótolná. Az természetesen az állami költségvetésnek, mert a jegybank nem lehet veszteséges. Mondanék egy durva példát, ha nem haragszik meg ezért, ami nem nagyon fordul elő, de talán a kedves nézők érteni fogják. Ugye egy kórházat azért hoznak létre, hogy ott betegeket gyógyítsanak. De ha a kórháznak nincs elég pénze, és a költségvetésnek sincs elég, hogy finanszírozza, Magyarországon ez elég tipikus helyzet, akkor mondjuk a kórház vezetése úgy dönt, hogy a hotelszárnak a felét idegenforgalmi célra hasznosítjuk. Egy kicsit átalakítjuk, turistákat fogadunk, a betegek felét meg elzavarjuk. Ebből nagyon jó bevétel lehet a kórháznak, ugye? És akkor a költségvetést is kevésbé tereli. Ugye elég nehéz ezt elképzelni. Nem az a feladata. Az, hogy a jegybank monetáris tevékenységének eredményeként veszteség, vagy pedig nyereség alakul ki a jegybankban, az nem a jegybank gazdasági tevékenységének a mércéje, hanem a monetáris politika következménye. Lehet jó a monetáris politika jegybanki veszteség mellett, és lehet rossz a monetáris politika jegybanki nyereség mellett. És hogyha mindezt képzésre fordítom. Hogy világos legyen, szabad legyen ezt a... Ugye a jegybanki tevékenység, a monetáris politikának a végrehajtása alapvetően ugye három dologban áll, kamatpolitikából, árfolyampolitikából, nyílt piaci műveletekből. Mind a háromnak a gyakorlása kapcsán keletkezhet veszteség és keletkezhet nyereség. Ha a jegybanknak az a célja, hogy ezt a három monetáris politikai eszközt, a kamatpolitikát, az árfolyampolitikát, illetve a nyílt piaci műveleteket ő úgy végezze, hogy ennek a végeredménye a jegybanki nyereség legyen, akkor az alapfeladatát veszélyezteti, a pénzügyi stabilitást, a forint értékállandóságát. Lehet, hogy óriási nyereségre tesz szert. Hogy lehet nyereségre tetszeni? Gondoljuk végig. Minimumra csökkenti a betéti kamatokat, neki tehát a kereskedelmi bankok nála elhelyezett pénzéért alacsony betéti kamatot kell fizetnie, viszont ő viszonylag drágán, magasabb hitelkamatokért adja a kereskedelmi bankoknak a pénzt. Ebből ő nyereségre tesz szert. Igen ám, de ebben az esetben a kereskedelmi bankok nem tőle fogják igénybe venni a refinanszírozási hitelt, hanem vagy az anyjuktól, az anyavállalatoktól, bankjuktól, vagy pedig ugye kimennek a lakossági piacra, és megpróbálnak betéteket gyűjteni. Hát azt nem nagyon próbálják a bankok. Hát most csak azért nem próbálják, mert ilyen alacsony kamat mellett ugye inkább állampapírokba fektetik az állampolgárok, vagy pedig más befektetési eszközöket vásárolnak, kötvényt, részvényt és egyebeket. Lehet nyílt piaci művelet az is, hogy a jegybank azért például, hogy interveniáljon az árfolyamnak a védelme, támogatása, vagy éppen a gyengítése érdekében, akkor vagy forintot vásárol, vagy forintot ad el. Devizát vásárol, devizát ad el.
a kettő közötti árfolyam különbség vagy veszteséget, vagy nyereséget okoz. Lehet nyílt piaci művelet, hogy kötvényeket bocsát ki, ami után hozamot kell fizetnie. Lehet nyílt piaci művelet, hogy valamilyen cél érdekében, mondjuk a likviditási helyzet javítása érdekében a nemesfém tartalékainak egy részét piacra dobja. De soha nem azért dob aranyat vagy platinát a piacra, mert annak az árfolyama most magas, és azon nyerni lehet, majd akkor vásárol, amikor annak az árfolyama kicsi, hiszen ez a pénzügyi, a deviza tartalékok egyik fontos eleme. Tehát ilyen típusú tevékenységet, amit most Matolcsijék úgynevezett gazdaságos, vagy ha úgy tetszik, hasznot hozó befektetésként propagálnak, a jegybanknak szigorúan tilos csinálni. A normális körülmények között... mondhatja meg, hogy ez szigorúan tilos? Parlament. És ha, parlament. És ha egyszer mondani. Megmondja, akkor mi lát ennek a következménye, hogy te, ön, ti hát sokféle, szigorúan tilos dolgot csináltatok? Sokféle következménye lehet. Nézze, az első következmény az, hogy a jegybank, ha a monetáris politika eredményeként nyereségre tett szert, tessék befizetni a nyereséget a költségvetésbe. Kerüljön be ott a helye, az államháztartásban. Hogy ennek mi lesz a sorsa? Hogy az ország ezt mire fordítja, az egy költségvetési vitában dőljön el. Ott is az történik persze a jelenlegi kétharmados többségben, amit éppen kitalálnak. Matolcsi megsúgja nyilván Orbán Viktornak, és utána a Fidesz kétharmaddal vidáman megszavaz. De legalább van valami látszatadó, van valami vita. Akkor lehet, hogy államadósság csökkentésre lehet fordítani. Lehet, hogy mit tudom én, valamilyen eddig elhalasztott, de égető kiadást lehet belőle finanszírozni. Az se kizárt, hogy éppen az államháztartás hiányát lehet csökkenteni, ami egyébként is egy nagyon fontos feladat. A második dolog ugye, meg kell nézni, hogy amennyiben ezeket a szabályokat a jegybank nem tartja be, akkor e szabályok megsértésért ki a felelős? Monetáris tanács, jegybank elnöke, jegybank igazgató tanácsa, és ennek megfelelően kell eljárni. A legkülönbözőbb megoldások lehetségesek. Egy kultúrállamban, egy jogállamban az a jegybank elnök, aki egy ilyen akciót végrehajt, feketén, tulajdonképpen a parlament háta mögött, azt minden bizonnyal másnap a parlament fölmenti. No, nem Magyarországról van szó természetesen. Értem. Szóval oktatás 200 milliárd forintért nem egy éven belül, hanem folyamatosan alapítványokon keresztül közgazdászképzést szeretne a Magyar Nemzeti Bank megvalósítani. Már meg se kérdezem ezek után, amit ön elmondott, hogy ez olyan feladata lehet-e egy jegybanknak, az oktatás is ilyen, de hát ez meg is volt indokolva, hogy miért van rá szükség, tehát mind szakmailag, mind erkölcsileg, tehát itt valami egészen avittas, vagy talán én mondom, nem Matolcsy György, úgy értelmeztem, hogy valami romlott közgazdászok próbálják a romlott eszméket hirdetni, és e fölött már eljárt az idő, úgyhogy új közgazdászokat kell képezni. Igen, hát és külföldön is. Igen, sokan romlottunk kétségkívül, és oktatunk romlott közgazdaságtant, ez is igaz. Itt is komolyra fordítva a szót, azért legyünk precízek, nem 200 milliárdot fordít a jegybank oktatásra, hanem ezt alapítványokba rakja, és az alapítványokba rakott pénznek a túlnyomó többségéből állampapírt vásárol. Tehát valójában ennek a pénznek a nagy többségével az államadóságot finanszírozza. Ez a dolga, ezzel nincs baj. Ennek a hozadékát az alapítvány, hát ez ilyen évi 10 milliárd körül, mondjuk 5%-os hozammal számoljunk, ez egy szolíd hozam, az évi 10 milliárd forint, az se kevés persze. Ezt csak azért mondom, hogy azt nem kellene forgalmazni, hogy ez a 200 milliárd, ez másfélszer akkora, mint az egész felsőoktatás, mert ez egyszerűen nem igaz. A 10 milliárd viszonyul a felsőoktatás összes költségéhez. Vagy az erre fordított, de kiinduló ezt, alap a 200 milliárd, de ezt a 200 milliárdot nem lehetne egyébként a felsőoktatásra fordítani. De a 10 milliárd is nagyon nagy pénz. Főképp ilyen indokok mellett nagy pénz. Nézze, Magyarországon nagyon sokáig azért a közgazdászképzés viszonylag magas színvonalú volt. A Corvinuson, de más tudományegyetemeken is. Az alkalmazott közgazdászok képzése számos főiskolán, ezeknek a diplomái nemzetközileg elismertek és jók. Ezekben az oktatási intézményekben alapvető tévedés azt gondolni,
hogy a jól felkészült professzorok a diákokat kizárólag egyetlen filozófia tanaival áltatják és oktatják. Ellenkezőleg éppen, hogy bemutatják az egymással konfrontatív nézeteket, bemutatják nem csak a neoliberális iskolának a gazdasági nézeteit, hanem a neokénziánusokét épp úgy, mint az etatistákét, ezeket megvitatják. A hallgató eldöntheti, hogy számára melyik a szimpatikus. Tudni kell valamennyi egyes iskolához, filozófiához tartozó alapvető modelleket, nézeteket, és aztán később az életben majd eldöntik. Ez az avit, amit most mondott. Hát látja, ilyen már nincs. Ez a borzasztó, azt hinni, hogy az agyak átmosásával ugye olyan szakembereket lehet egyoldalúan képezni, akik később kritika nélkül hajlandók egy gazdaságpolitikai tévedést, zsákutcás megoldást hozsannázva működtetni, úgy, hogy egyébként az ilyen típusú diplomát a világon sehol nem fogják egyébként elfogadni. Ez teljesen, ezt nem lehet akkreditálni, az ilyen típusú Matolcsi-féle. Akkreditált rezsiharc diploma? Hát körülbelül. Szóval ez az akkreditált anortodox gazdaságpolitikát megalapozó diploma. És én azt gondolom, hogy felelős oktatók sem fognak igazán vállalkozni. Nyilván lesznek, akik kényszerből, egzisztenciális kényszerből. Hát egyszerűen, hogyha mondjuk kinyírják a közgazdaságtudományát, csak úgy mondom, ami ugye napirenden van, mint tudjuk, felszámolnak egy csomó közgazdászképzéssel foglalkozó kart, akkor nyilván azok, akik ebből élnek, szerencsétlenek, kényszerülnek elmenni. Tehát valószínűleg lesz oktatójuk, de semmi nem oldódik meg. A világ ettől nem lesz ez a gazdaságpolitika hiteles, elfogadható, és ami ennél sokkal fontosabb, nem lesz eredményes. Most a Magyar Nemzeti Banknak is lesz, vagy valószínű lehet majd szerepe a bankokkal, illetve devizaalapú hitelekkel kapcsolatban, és ez ma ugye sláger téma volt, miniszterelnöki beszéd kapcsán erről beszéltünk az adás első felében a vendégeimmel. A bankok ravaszak, mint a denevér, nem tudom, hogy mit tud a bankok ravasságáról, vagy mit tud a denevérek ravasságáról. Amikor a madarakra vetnek ki adót, a denevér a fogait mutatja, amikor az egerekre, akkor meg a szárnyait. Ezt tudjuk a ravasz denevér bankokról. Ön eddig tudta-e, hogy ravasz denevérek a bankok? Nem tudom összehozni se a denevért, se a ravasságot, se a bankokat. Nyilván minden bank ravasz, persze, hogy ravasz, mint minden olyan vállalkozás, amely pénzt forgalmaz, máskülönben nem tud megélni. A denevér ügyben pedig Hitchcockhoz kellene fordulni, ő értett ezekhez a vadmadarakhoz. Visszatérve, szóval ugye... Elszámoltatás, banki elszámoltatás, igen, a banki ezzel elszám... még évvégéig egész biztos el leszünk. Banki elszámoltatás. Nyilván egy olyan politikai gesztusról van szó, ami végtelen népszerű. Mindenfajta szempontból. A bankokat nem szokták szeretni, erre sok ok van. Nyilvánvaló kiszolgáltatott emberek szoktak általában ugye a bankokhoz fordulni, és már eleve nem szeretik őket. Másrészt, hát nyilván a banki tevékenységben is található hiba. Az egy alapvető, az egész devizahiteles problémának a kezelése Magyarországon tökéletesen szagít mindennel, ami normális, ami racionális, ami jogkövető, ami kiszámítható, ami méltányos, ezt is rögtön hozzáteszem. Ezernyi műsorában beszélt erről, és rettentő sok jó ér elhangzott, hogy miért nem lehet azonosan kezelni valamennyi devizahitelt, hogy miért kell megkülönböztetni azokat, akik rettentő sokat nyertek ezen, és nem veszik. Hogy mi a különbség a devizahitel és a forinthitel között, hogy miért lehet miért nem szabad, vagy lenne szabad egyoldalúan politikai erővel a bankokra terhelni ezeket, hogy milyen kára van annak, hogy a bankok ugye lényegében zombi bankokká válnak, működésképtelenné válnak. Előbb-utóbb nyilván egyik-másik elhagyja Magyarországot, de legalábbis nem működnek rendesen. Óriási pénzekről van szó. Hogyha a jelenleg beterjesztett törvényjavaslatot elfogadják, aminek a végrehajtására a jegybank egyelőre még nem ismert számítási módszerek alapján fogja kötelezni a bankokat, ez minimum 1000 milliárd. Ez csak a devizahiteleknek a két jogcímen történő kártalanítása, nevezetesen az egyoldalú kamatemelések, illetve az árfolyam különbözet. Ebben nincs benne
az úgynevezett többi devizahitel forintosítása. Ami egy külön ügy, ott ugye a terhet azt fogja eldönteni, hogy milyen árfolyamon fogják átváltani forint hitelekké a devizahiteleket. Hogyha a jelenlegi árfolyamon, a jelenlegi piaci árfolyamon, akkor elvileg ennek nincs vesztese. Pontosabban ebben az esetben... Hát az adós, nem? Hát az persze, Na, de hát az adós mindenképpen vesztese, mert neki a jelenlegi árfolyamon kell a devizahitelét visszafizetni, tehát ezzel nincs gond. A nagyobb probléma abban akkor van, hogyha valamilyen kreált, mesterséges árfolyamot találnak ki, és azt mondják, hogy mit tudom én, a jelenlegi, ugye 314 forintos euróval szemben 250 vagy 280 forintos eurón számolják át. Szerintem nagy esély van. Hát bizony, na jó, de nem akarok találgatni, és ebben az esetben az árfolyam veszteséget megint csak a bankoknak kell elviselni. Ez egy újabb 1000 milliárd lehet, hangsúlyozom attól függően, hogy mennyi a rögzített árfolyam. De ennél is tovább megyek, mert ugye ennek az akciónak a keretében már a jegybank meghirdette 2016 tavaszáig a kamatemelési moratóriumot. Ami annyit jelent, hogy a bankok abban az esetben sem emelhetik az általuk nyújtott hitelek kamatát, ha például a nemzetközi pénzügyi helyzet kiszámíthatatlan hatásaira a jegybank arra kényszerül, hogy az irreális alacsony 2,1%-os jegybanki alapkamatot mondjuk 3%-ra vagy 3,5%-ra emelje föl. A bankok akkor is csak a jelenlegi kamatot állap. Hát melyik bank fog ezek után hitelezni? Hát a bankok tevékenysége szűnik meg. Ha pedig egy banki tevékenység megszűnik, az ország gazdasága szűnik meg. Na ezt kéne végre megérteni. Én értem, hogy ezzel nem lehet szavazatokat nyerni. De attól még nem szabad a fejünket a homokba dugni. Öngyilkos dolog, ami itt készül bankügyben. Minden esetre majd lehet, hogy az új közgazdász képzésen erre is lesz magyarázat, hogy miért nem öngyilkos dolog. Ez pillanatnyilag én még nem hallottam vendégemtől ellenkező magyarázatot. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a beszélgetést.